hullámzó zöld felület, modern épületek és alagutakon érkező autósok. Ez csak néhány részlet a Kelenföldi pályaudvar és környékére kiírt ötletpályázat díjazott terveiből. A 13 pályamű közül a zsűri 6-ot jutalmazott összesen 20 millió forinttal. A feltételek között nem csak az szerepelt, hogy a rendezési terv legyen megvalósítható 2012-ig a metró átadásáig, fontos szempont volt, hogy az Őrmező és Kelenföld között elterülő mintegy 80 hektáros terület beépítése ne haladja meg a 4-500 ezer négyzetmétert, amely az építész szakma álláspontja szerint a lakók számára még elviselhetővé teszi a majdan itt működő közlekedési csomópontot. Itt az ötleteknek a sokszínűsége, érdekessége, izgalmassága a legfontosabb, és mégis az elsődleges pályamű a megoldásainak a szakszerűségével, praktikumával, a hely és témaismeret és a realitások ismeretével tűnt ki, és ilyen szempontból nem azt mondom, hogy kevesebb ötletet, hanem azt mondom, hogy sokkal végrehajthatóbb és megvalósíthatóbb változatokat tartalmazott, mint jó néhány, és ez mellette a javaslatok különlegességével, az eteretéri kialakítás nagyszerűségével egy bizonyos fokig a pályaudvari területnek a felülépítésével sok olyan javaslatot hozott, amelyik kiváló. Volt olyan pályázó is, amelyik az egész területet lefette egy zöld fedéssel, ami egy nagyon különleges és érdekes, hullámzó, építészetileg nagyon érdekes megoldást tartalmazott. Voltak olyanok, akik az egész területnek a beépítését nagyon lazán kezelték, de nagyon sok jó javaslat érkezett arra is, hogy hogyan lehet megoldani a tömegközlekedési kapcsolatokat nagyon kicsi távolságokkal, hogyan lehetett igazán az Őrmező oldalnak és az eteletér oldalnak az összefüggéseit kitalálni. Tehát számtalan jó javaslat érkezett. Azt mondom, hogy minden pályaműben volt nagyon sok használható ötletrészlet. A győztes pályaműnek talán a legnagyobb előnye számomra az volt, hogy egységében kezelte az egész területet. Tehát nem részfeladatokat próbált megoldani, nem egy-egy részletet, hanem egységben az Őrmezői Kelenföldalt és a kettő összeköttetését, és nagyon ügyelt arra, hogy pont most Őrmezőn vagyunk, hogy az Őrmezői lakótelepet a lehető legkisebb terhelés érje. Amellett persze volt részmegoldás is benne, gyönyörű például az eteletér megoldás, az egészen fantasztikus, gyönyörű városi teret produkál. De én azt gondolom, hogy még nagyon sok feladat van előttünk, hiszen ez most csak egy első lépcső, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mondanak majd az itteniek, mert ezt a folyamatot mi szeretnénk úgy kézben tartani, úgy koordinálni, hogy folyamatosan tudjunk konzultálni az itt élőkkel, meg kelenföldi oldallal is. Nekik épül ez a beruházás. A következő 8-10 év meghatározó folyamat ez a beruházás sorozat. Hihetetlen nagy a felelősségünk abban, hogy ezt jól csináljuk meg. Hogyan történik ennek a hivatalos rendezése, tehát hogyan kommunikálják ezt akár a főváros, akár a beruházók felé? Az ötletpályázatot közösen írtuk ki a fővárosi önkormányzattal, tehát ez az ő velük együttműködésben történt elbírálás is volt, és a szabályozási tervet most mi fogadjuk el, és a fővárossal és a magánbefektetőkkel folyamatos napi konzultációban vagyunk.